Szeretettel köszöntök mindenkit, Bódi Katalin vagyok, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetének docense. A diszertációmat annak idején a klasszikus századforduló magyar levélregényeiből írtam, de akkor elsősorban a szövegek narratológiai megalkotottsága ö, érdekelt, a mediális közeg, vagy éppen a szövegek által intencionált nőkép nem kifejezetten foglalkoztatott. Jelenleg Kazinci Ferenc folyóiratokban megjelent írásainak sajtó foglalkozom, így látom némiképpen közelebbről a századforduló sajtóját, köztük a nőknek szent kiadványokat, ezért egyértelmű volt, hogy előadásomat a Kis János által gondozott Flóra című kiadványban megjelent Magyar Pamela című regény átdolgozásból fogom megtartani az erkölcstani irodalom, a sajtó, a női olvasók és a nőnevelés tárgy körében fájó szívvel tartozom köszönettel Labádi Gergelynek értékes szövegkiadásaiért és gazdag tanulmányaiért. Továbbá Bíres Norbertnek is hálás vagyok, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a Flóra cím alatt megjelent négy kiadvány tartalomjegyzékét. Az 1806-ban megjelent Magyar Pameláról az irodalomtörténeti írásnak egészen Labádi Gergely 2014-es forráskiadásáig az volt a véleménye, hogy késői és elhibázott fordítás. Az eredetiség és a fejlődés fogalmait középpontba állító munkák azt nehezményezik, hogy az 1740-ben megjelent angol levélregény fordításából Kis János elhagyta a levélformát, illetve markánsan lerövidítette, így Samuel Richardson klasszikusa ismeretlen maradt magyar olvasóknak. Labádi Gergely szerint azonban Richardson hűseinek emlegetése – a klasszikus századforduló folyóirataiban és írói levelezéseiben azt mutatja, hogy a több nyelven olvasók számára nem jelentett problémát a fordítás hiánya. A magyar Pamela így kerülhet más értelmezői kontextusokba, amelyek közül kiemelten fontos a gazdasági, a mediális és a tematikus szempont. Kis János tehát üzleti vállalkozás szándékával adta ki a Flóra című, Német nyomán készített periódikumot 1806 és 1808 között, amelynek első közleménye a Magyar Pamela. A sorozat négy kiadványából az első kettő alcíme: szívreható apró románok, erkölcsi mesék, versek és egyéb hasznos gyönyörköttető darabok. A szép nemnek és a szép nem barátjainak. A századfordulón kis János, Más kiadványaiban is markásan megjelenik a nők társadalmi nemi szerepének preskriptív bemutatása nőnevelési és erkölcstani kontextusban. Labádi megállapításai szerint a német női sajtóban terjesztett, és a kis Jánosnak köszönhetően magyar olvasókhoz is eljutó elbeszélésekben kifejezetten erős az érzékenység kritikája, továbbá kiemelt figyelmet kap a nők olvasásának veszélyeire való figyelmeztetés. Ez az úgynevezett irodalom ellenes irodalom, bár hangoztatja a horáciusz hasznosság és gyönyörködtetés közhelyeit az olvasástárgyában, <laughs> elsősorban a praktikus tudásszerzésre, a mértéktartásra, az erkölcsös életre és a biztonságot jelentő házasságra helyezi a hangsúlyt. Előadásomban célom a szöveg narratív-retorikai struktúrájának elemzése, annak végigkövetése hogyan működik a nőnevelési és az erkölcstani diskurzus, és ez milyen nőképet közvetít a korabeli olvasó számára. Herman Zoltán a fanni hagyományai mesei mintázatait vizsgálva állapítja meg, hogy az idézek megvetett, allantas helyzetéből szerencsés fordulatok nyomán dámává váló hőst a 18. század közepén minden bizonyal Samuel Richardson Pamelája teszi népszerűvé, idézett eddig, így a fanni hagyományai, a hamupipőke szűzés szempontjából, újabb idézet tulajdonképpen egy defektusos pamela történet, valamiféle tragikus végkimenetelű paródia, idézett eddig, amelyel ellentétben Kis János munkája éppen a szerelem és a szenvedély veszélyeire figyelmeztet az erkölcsi tanítás hangos evidenciáival. Ilona története mondhatjuk a végével kezdődik a magyar pamelában, vagyis az olvasó azonnal annak a tudásnak a birtokába jut, hogy Szentilári feleségül vette a lányt, annak ellenére, hogy Ilona tőle sokkal alacsonyabb sorból származik. Ezután jutunk el az elbeszél történet kezdetéhez, a tizen 14 éves lány, a Palatinuszné udvarhölgye, hákisasszony asszony mellé kerül szobalánynak. A regényben kizárólag a férfi szemszögéből tárul fel a is folyamata. A lány megpillantása egyben a végzetes érzelem kirobbanása, amelynek intenzitása az újbóli találkozásokkal, vagyis a tekintet érzékiségének játékba hozásával újra és újra hangsúlyt kap, megígéző külsejéről azonban nagyon szűkösen szól az elbeszélés. Idézek a regényből. Az ifjú Szentilári ott látta legelőször ezt a szemét, s attól az időtől fogva ellene állhatatlan hajlandósággal vonattatott hozzá. Nem szólott vele egyet is, csak csodálta kellemetességeit. Az ifjú Szent olyankor mindig volt alkalmatossága őtet látni, s mindannyiszor nevekedett hozzája való szerelme. Egykor midő hákisasszony és Szent egy külön szobába magánosan beszélgettek, Ilona a külső szobában maradott. Szentilári hozzája ment. Igen, szerettem, édes szép lányasszonyom, így szól a hozzája, hogy itt nálunk gyakorta láthatom. Idézet eddig. Érdemes számot vetni a szerelem szókincsével. Az ellenállhatatlan hajlandóság, a lány kellemetességének megcsodálása az egyre növekvő szerelem szentilári részéről egyértelműen implikálja a testi érzékeket, a szenvedély fizikai vetületeit. Ugyanakkor Ilona vonatkozásában alig-alig kap hangsúlyt a szerelem, testi-lelki élményének megfogalmazása. A regényben számos alkalommal tér vissza az a helyzet, hogy Szentilári kettesben marad Ilonával, amelynek veszélyét a lány már az első alkalommal szóvá teszi. A kompromitálás lehetőségének alaphelyzetéhez a történet elején a férfi, és a nő szinte dramatikus párbeszédet Beszélgetésük egyszerre vita is, évődés, amelynek egyik célja Ilona erényességének és elm elmészségének megmutatása. Idézek, mert ha egy olyan ember, mint az úr, engem jönne látogatni, az nékem veszedelmemre szolgálna. Az egész világ azt gondolná, hogy vétkes szándékkal járna az úr hozzám, azt pedig nem akarom hogy a rágalmazásnak jussa legyen engem sértegetni. De kérem az urat, kímélje meg az ilyenektől. A nagy azt gondolják, hogy gráciát cselekszenek, ha a náloknál alacsonyabb sorsú személyeket megszólítják. Én ezt a gráciát nem kívánom, sőt úgy nézem, mint sérelmet. Idézet eddig. Ilonának lényegében azt kell bizonyítania, szinte a védőbeszéd meggyőző erejével, hogy alacsony származásával és alárendelt társadalmi státuszával mennyire ki van szolgáltatva az előkelő származású férfiaknak. Egyetlen és felmérhetetlen értékű vagyona így az erényessége, amely egyben üdvözülésének is biztosítéka, vagyis az elbeszélés virtus fogalma erőteljesen teológiai megalapozottságú. Ilona a történetben számos alkalommal a gyóntató papjától kér megerősítést Döntéseihez. Ilona eltökélt viselkedése és az érvelésben való bölcsessége olyan aktív és tisztánlátó szerep, amelynek az ellenpólusa nem más, mint Szentilári, akit a szerelem egyelőre elvakít és passzivitásra ítél. Ebben a helyzetben pedig, mintha éppen Ilona határozottságára, morális önvédelmére lenne szükség, amely végül majd a házasságkötésig vezeti el őket. Idézek. Szentilári hazament anélkül, hogy há kisasszony a szólott volna, s nem tudván magában elgondolni, mit legyen, ekkor még eszében sem volt, hogy Ilonát elvegye. Azt pedig elhagyni és elfelejteni is lehetetlen volt neki. Ilona tökéletesen meg volt győzettetve ezen szerelemről, s feltette magában, hogy a maga szerencséjét oly nagyra nevelje, valamint csak lehet. Jól tudta, hogy Szentilári néki rabja, s hogy idővel azt az ő véle való öszvekelésre s törvényes házasságra is ráveheti, s ezen meggyőzédésén építette azt a plánumot, melyet követett s magában, hogy a leányi szüzességnek minden büszkeségét fogja szeretőjén gyakorolni, de úgy mindazonáltal, hogy azt valami durvaság vagy embertelenség által magától el ne idegenítse. Az érzékeny románok felül olvasva az elbeszélést, meglepő lehet Ilona józansága, később is minden helyzetben kiszámított, kontrollált viselkedése. Következő döntése, hogy ragaszkodik ahhoz, ne maradjon kettesben a férfival. A Fanni hagyományai egyik kulcs jelenítében Fanni és Téjai kettesben maradnak, és a közösen olvasott Gessner idill egyértelműen az elcsábítás eszközeként működik mikor a síró Téa Józsi a homlokához vonja Fanni kezét, a lány az érzelmeitől zaklatottan fut ki végül a szobából. Visszatérve a magyar Pamelához az eleddi körbe, -körbe járó történetben és a lány ellenállásában édesanyja betegségehoz fordulatot, akihez Ilona visszaköltözik, hogy ápolja, ebben pedig Szent Ilári kíván anyagi segítséget nyújtani. Egyik közös vacsorájuk alkalmával Szentilári drága égszerekkel pecsételi meg eljegyzésüket, majd átadja számára vagyona egy részét és egy birtokában lévő házát, hogy ott jegyese és édesanyja Szentilári családjához méltó rangon élhessenek. Az újházban kialakított lakhelye Ilonának szintén erőteljesen allegorikus jelentésű, sőt mesei motivumokra emlékeztető, amennyiben lakrészének egyik bejáratát befalasztatja, a másikat pedig. Rácsal is vasajtóval védi, kertjébe pedig egyedül csak ő tud bejutni, vagyis teste és erkölcsei tisztaságának egyértelműségét is közvetíti. Ugyanakkor a bezártság a férfi féltékenységének kisajátító gesztusának is jelölője, amelyben Ilona szabad döntései, mintha megszűnnének. Ilona a viselkedését tudatosan igazítja az előkelő származásúak életmódjához. Képzi, neveli magát, műveli magát, olvas, zenét és festészetet tanul, hogy az egyértelműen értékkategóriaként is értelmezhető nemesi életmódhoz felemelkedhessék. Saját arcképének megfestése és szentilárinak ajándékozása is értelmezhető ennek az önkontrollnak és önképzésnek az eredményeként. Szentilári pedig egyfajta pygmalionnál válik, ahogyan saját státuszához formálja Ilonát. Idézek a szövegből. Szentilárinak minden tetszett valamit a házban látott, de legjobban tetszett az ő Ilonája, aki előbbeni szegény sorsát egészen levetkezvén, maga alkalmaztatásában is mindenképpen tudta a főbrendű személyek példáját követni. Szentilári arra kérte, hogy tanuljon táncolni, énekelni, klavikordiumot verni, s mindezekben tanító mestereket fogadtatott Véle akiknek segítségével csak hamar gyarapodott is Ilona mindenekben. Üres óráiban sokat olvasott, a képírásban is gyakorlotta magát, mégpedig oly előmenetelesen, hogy esztendő forgás alatt már szeretője képét is le tudta festeni. A maga saját képével is megajándékozta szentilárit, melyet két tükörök között festett önnön maga. Minden festéseit szeretője számára készítette, ki is azokat úgy nézte, s úgy fogadta el mind, mint megbecsülhetetlen ajándékokat. Ilonában minden feltaláltatott, ami egy fő származású lánytól kívántatik, mert azok a házak, melyekben gyenge korában élt és formáltatott, közönségesen a finomabb erkölcsök oskoláinak tartattak. Idézet eddig. Édesanyja halála azonban egy újabb fordulat, amely nagyban megnehezíti ennek az egyébként is törékeny, továbbra is titkos idilnek a folytathatóságát. Ilona gyanakvása nem csak általánosan erősödik újra, hanem Szentilári iránti bizalma is megváltozik. Ilona többször is a zárdába vonulását tervezi. Az utolsó történetegység ennek a sokadik végeredményben változatlan célú próbatételnek a teljesítése, melynek során Ilonának még a korábbiaknál is nagyobb akadályjal kell megküzdenie, ebben az esetben ugyanis valóban konfrontálódik a külvilággal. Egy pesti vásár alkalmával Ilona egy boltban válogat a kézitükrök között, felékszerezve díszes ruhában, amikor összetalálkozik a Palatinus néval, aki felismeri, és megkérdezi tőle, kinek lett a felesége. Idézek, ha az asszony, mint illet volna nekünk hírt adott volna szerencséjéről, mi nem akadályoztattuk volna, sőt, inkább velem együtt minden udvari cselédeim örültek volna szerencséjén. De ki lehet az asszony férje, hogy így fényes pompát tetett feleségével? Ezen szó kimondhatatlanul megháborították Ilonát. Én még hajadon vagyok, ezt felelte, csak nem elájulván szégyenletében. Még hajadon, mondta Palatinuszné megvető hangon. Helyes személy. Így szólott továbbá, s hátat fordított neki a legnagyobb megvetésnek tekintetével, mert azt kellett gondolna, hogy Ilona az elvetemedett rossz személyek közé tartozik. Ilona, mint a megholt, vagy mintha le lett volna ragadva, egy helyben maradott. Csak nem elveszett azon való bújában, hogy megesmértetett, és hogy a Palatinus-nétől olyasminek tartatott, ami nem volt. Ilona tehát elvetemedett rossz személyek közé tartozik a palatinus szerint, ennél nyíltabban nem utal az elbeszélés arra, hogy a lánt a tekintélyes személy nyilvánvalóan prostituáltnak tartja, azaz innentől a közmegvetés tárgya. Karvaj kisasszony közbenjárására végül a palatinuszné fogadja Ilonát, az pedig tisztázza magát, és végül még az is a főúri asszony tudomására jut, hogy Ilona nemesi származású, amely ezúttal is morális értéként adódik hozzá a lány figurájához. Végül a palatinuszné közbenjárására özvegy Szentiláriné Ilonával, találkozik, és az ő csodálatát is első pillantásra elnyeri a lánya külsejével, így nem marad több akadály a házasság előtt, pontosabban csak a betegségiből kell már Szentilárinak felépülnie, de Ilona az ápolásában is helytáll. A négy eseményeit elbeszélő történet nagyon egyszerű, tehát is egyértelmű, amennyiben az olvasó az első pillanattól nyugodt lehet amiatt, hogy Ilona révbe ér a házassággal, Ugyanakkor nagyon fordulatos is, amennyiben újra és újra szembesülnie kell anyagi és társadalmi nemi kiszolgáltatottságával, a külvilág jellemzően negatív megítélésével, az erkölcsös viselkedés fogalmának sérülékenységével. Az elbeszélés befejezése, Ilonának a házasságba való beérkezése kétségtelenül megnyúvás lehet a korabeli női olvasóknak. Az elbeszélés és az epilógus valószerűtlensége, a hamupipőke és a Pamela szüzsi érvényesülésével rendkívül meseszerű, ami összességében ben didaktikusan túlhangsúlyozza a lányoktól elvált erényeket, nevezetesen az engedelmességet, a szépséget, a szerénységet, a fejebb valók akaratának elfogadását. Ilona határozottsága, bátorsága, kitartása, sőt elméssége mindemellett pedig egyfajta hősi karaktert adnak a lánynak, akivel könnyű azonosulni, és a magyar pamelában működő, már említett elbeszélés mintázatok, illetve a szövegben gyakran felbuganó allegóriák könnyen olvasható és könnyen értelmezhető történettel szolgálnak. A levélregényforma elhagyása miatt a fordulatok sokasságára kihegyezett eseménysorozat a dramatizált jelenetekkel és párbeszédekkel az emberi társadalmi kapcsolatok közeli megmutatásával, a szereplői sok sokaságával erősíthetik a történet hatásosságát az olvasóban. Az így megfogalmazott és sorozatosan elhangzó morális tanítások a fiatal lányok virtusáról, a társadalmi nemi szerepek szabályairól egyértelműen mutatta, mutatják, hogy ez a román típus miként integrálja az erkölcstani munkák teológiai alapozottságú tanításait. A magyar Pamelában megjelenő erkölcstani alapú, szigorú kontúrokkal megrajzult nőkép természetesen nem egyedi a klasszikus századfordulón. Zárásként két példát szeretnék említeni röviden, mindkettő a házasságot, és a nőket középpontba állító szatíra hagyományhoz kapcsolódik, és mindkettő folyóiratban jelent meg. Az első ellenpéldát mutat a jó feleség alakjára, a második pedig ütközteti a feleségnek való és nem való mintákat. Az első példa, az a második lapszámában jelent meg, a Módi című elbeszélés, amely nevezhető szatírának, nem utolsó sorban Juvenális hatodik szatírájából vett motto miatt. Mindazonáltal érdemes hangsúlyozni, hogy a három lapszámban ez az egyetlen ilyen durva, felforgató, humorú, meghökkentő szöveg, amely egyértelműen szembe megy a moralizálás hagyományos nyelvi formáival. A szatirikus sarkított helyzetekkel, közönséges beszéddel, az elbeszélő felháborosodásával színezett történet elsősorban a hagyományos társadalmi nemi szerepek felcserélésével válik hatásossá, de fontos az is, hogy az anyai, feleségi és háziasszonyi kötelességeit elhanyagoló asszony francia és német könyveket olvas, a gyerekeket pedig a férje neveli. Ahol hol medúszaként őrjöngő, hol pedig erdei nymfaként ledérkedő asszony, asszonyt semmi nem zökkenti vissza a hagyományos női szerepekbe. A szatíra nyomai fedezhetők fel a Hébe Almanach 1824-re kiadott kötetében, a Szépség című, rövid tanulságra kihegyezett elbeszélésben is, amely a korabeli magyar olvasóknak feltehetően egy egyszerű, akár a magyar Pamelához is hasonlítható történet, amelyben egy testvérpár, a szépséges, de hiú és goromba Korinna, és a nem szép, de okos, szerény és csendes Daphne külső és belső tulajdonságainak megmérettetéséről és egyértelmű értékítéletéről olvashatunk. A gazdag ifjú, Korin, a gazdag ifjú Korinnába szeret bele. Eljár a házhoz, ahol persze kiismeri Korinna undogságát, majd végül beleszeret Daphne nyájasságába, a valódi szépségbe, és végül őt kéri feleségül a megfelelő ta tanulsággal. Idézek, valamint a beszédesség senki támésé nem tesz, úgy egy lány sem lehet szép csupán arca alkotása által. A kevésség minden szimetriát és bájt elront, és az erőltetett szépítés veszedelmesebb ellensége a szép arcáknak, mint a himlő, idézett eddig. A feleségű választott lány neve nyilvánvalóan Ovidius átváltozásait ismerő magyar olvasóknak beszédes lehet. A szüzességéhez ragaszkodó Dafnéba Apolló szint az őrületig beleszeret, és a menekülő ninfa apjához, a folyóistenhez könyörög, aki babérfává változtatja, babérfává változtatja. Ovidius mitosz rendkívül fontos Apolló tekintete, amelyen keresztül az olvasó számára feltárul a menekülő és ellenszegülő Daphne, Daphne szépsége, fiatalsága és tisztasága. Corinna neve ellenben kevésé lehet itthon közismert, Jonathan Swift, A Beautiful név Going to Bed című versében szerepel, amely vers 1734-ben jelent meg. A szatirikus költemény maróan gúnyos eszközeivel, az apolóihoz hasonló megfigyelő nézőpontból írja le a megöregedett prostituált alváshoz készülődését, a különféle pótlékok, paróka, üvegszem, műfoksor, melltömés és így tovább leszedésével, majd másnapi keserves ébredését és reggeli rutinját, miközben parodisztikusan játékba hozza a római költő munkáját is a patetikus hangvétellel. A ninfa a vers címében pedig egyszerre utal a szűz Dafnéra és a prostituált eufemisztikus megnevezésére. A hébében olvasható elbeszélésben mindebből csak a kétféle lány kontrasztív és tanulságos bemutatása marad. Konklúzióként a következőket szeretném megállapítani. Hipotézisem szerint a nőolvasó és a nő mint téma tömegesnek tekinthető megjelenésével a magyar könyv és folyóiratpiacon feltűnően együtt járt a nőtársadalmi nemi szerepének szigorúan preskriptív megrajzolásával és konzerválódásával. A 18. század közepétől, második felétől az erkölcstani tartalmú munkák egyre inkább kilépnek a teológiai keretekből, és egyre hangsúlyosabban az világi életvitelre vonatkoznak, összekapcsolódva olyan irodalmi műfajokkal, amelyek részben a kulturális hagyományból, részben az irodalmi műformák innovációjából, illetve mindezek keveredéséből születnek. A teológiai értekezések mellett könnyen befogadhatók például az aforizmák, a mesék, a parabolák és a románok különféle változatai, amelyek akár specifikáltabb módon kitintetett olvasói csoportokra irányulva tudnak erkölcstani tartalmat közvetíteni a helyes életvitel a boldogság és a bűnfogalma az evileg élet fogalmainak középpontba állításával. Mindez ugyanakkor, bár változatos formában, újra rögzíti és megismétli a hagyományos női szerepeket, erősen korlátozva a helyüket a klasszikus századfordulótól egyre szélesedő irodalmi nyilvánosságban. Köszönöm szépen a figyelmeteket!